Több éves álom válik valóra Ungán, ha megépül a görögkatolikus egyház új temploma, amelyet Szent Lászlóról neveznek majd el. Az építkezés egy része a lakossági összefogásnak és adakozásnak, nagyobb része pedig pályázatoknak köszönhetően valósul meg. A tervek szerint 2021 nyarán már fel is szentelhetik a templomot, amely minden vasárnapi és ünnepi szentmisének, valamint liturgiának helyet ad majd. Mi a férjemmel egy viszonylag egy kis faluból jöttünk ide Ungára, és itt szerettük volna a hitéletünket megélni, és úgy gondoltuk, hogy ez egy nagyon nemes cél lenne, hogyha Ungán, úgy mivel csak római és református templom van, hogyha ezen a település részen, az úgymond Ungának az új részén egy görögkatolikus templomot jönne létre, és 2013-ban alapítottunk egy ongai görögkatolikus templomért alapítványt, ahol azt a célt fogalmaztuk meg, hogy Ungán szeretnénk görögkatolikus templomot létrehozni, erősíteni a görögkatolikusoknak a hitéletét, a kulturális és hagyományoknak megfelelően szeretnénk a fiataloknak is egy, nem mondom ilyen nagyot, hogy hitéletet biztosítani, de hogy közösség formáló lenni a város életében. És úgy, mikor létrehoztuk ezt az alapítványt, akkor a kuratóriummal egyetértésben téglajegyeket bocsátottunk ki, ahol megkerestük a város lakosságát, hogy értsenek egyet a mi nemes kedvezményezésünkkel. Nagyon sokan vásároltak nemes cél érdekében téglajegyet, és ebből a lakossági összefogásból ugye kerestük meg dr. Atanász görögkatolikus püspökatyát, hogy támogassa a mi kezdeményezésünket. Ebben nagyon sok segítséget nyújtott Szemelszky Mihály parókus atya, aki segítségével végül is az álmunk megvalósulni látszik. Látszott annak idején 2013-tól, és ugye szép lassan elindultunk azon az úton, hogy elértünk idáig. De hát az egy számunkra egy nagyon nemes és göröngyös út is volt, amely megerősítette úgy gondolom a hitünket is abba, nekünk itt az ongai görögkatolikusoknál, hogy nem hiába volt a mi fáradozásunk, és 2019. június 30-án Atanász püspök atya letette ennek a templomnak az alapkövét, és elindulhatott már ez az építkezés. És itt tartunk, megtartottuk ugye a bokréta ünnepünket, amikor ugye az építők és az építetők közös ünnepe, amikor a templomra felkerül a legmagasabb tetőszerkezettel a legmagasabb csúcs, és szerettünk volna ugye együtt ünnepelni közösen, hálát adni, hogy eljutottunk idáig, hálát adni ahhoz, hogy ilyen erős közösség áll a hátunk mögött. A kivitelező Révész Kft.-nek is köszönjük az eddigi szép és eredményes munkát, amit a templom építésénél elértek. Ugye köszönöm külön az ongai görögkatolikus híveknek és onga város lakosságának, hogy támogatott minket a céljaink elérésében, és legfőképpen Pap Zoltán atyának, aki mindent megtesz annak érdekében, hogy támogassa az itteni ongai görögkatolikus híveket, és segítse a mi templomépítésünket, mivel ugye ezt a templomot már az Arnóti és ongai görögkatolikus parókia az építő, és az ő fenntartásában fogjuk majd ezt a templomot birtokba venni. Miért fontos egy egyház közösség számára az, hogy saját épületben, saját templomban élhessék meg a hitüket? Igazából
talán az igazi közösségnek az alapja, amikor már hazatud, tehát egy családnál is, amikor attól, tehát amikor már haza tudnak menni, és otthon egymás között le tudnak ülni, beszélgetni. Itt ebben az esetben közösen tudnak imádkozni a saját épületünkben. Én úgy gondolom, hogy ez igazán családiassá, meg igazi közösségé teszi majd, teszi a közösségeket. Itt nálunk Ongán pontosan erről van szó. A Ongán nem túl sok őslakos görögkatolikus van, viszont az utóbbi időben a Cserehátról ide költöznek az emberek nagyon sokan, onnan költöznek a görögkatolikusok nagy részt erre a településre is, és hát egyre többen vagyunk. Jelenleg római katolikus templomban végezzük a szent liturgiáinkat, és nyilván szeretnénk a saját templomunkban, a saját közösségünkben imádkozni. Úgy gondolom, hogy attól leszünk igazán otthon, meg attól leszünk igazán egy család, hogy egy saját templomunk lesz majd. Mikor következhet be a beköltözés, illetve a felszentelése ennek a templomnak? Nagyon régóta álmodozunk róla. Talán 2014-15, amikor az alapítvány létrejött, és amikor elkezdtünk arról álmodozni, hogy egyszer majd saját templomunk lehet. Most viszont már itt a hátamnál látszik is az épülő templom, és egyre nagyobb a reménységünk. Az utóbbi évben most már szemmel látható az a törekvés, annak a törekvésnek a gyümölcse, amit az itteni emberek, az itteni görögkatolikusok éveken keresztül megtettek. És abban reménykedünk, hogy a következő esztendő folyamán, hogyha a Jóisten is úgy segít bennünket, Szent Lászlónak az ünnepére, június végére felszentelheti püspökatyánk a templomot, és onnantól kezdve már saját templomba tudjuk majd kérni a Jóistent. Ahogy említette, felszentelve fel lesz, de még közel sem lesz kész, hiszen sok minden tervük van. Milyen tervek vannak egyébként a templommal kapcsolatban? Hát csak az építéssel kapcsolatban is nagyon sokféle tervünk van. Ugye a templom, ha készen lesz, itt legalábbis föl lesz épülve és be tudunk költözni, az talán az első lépcső. A berendezés is már most látom, ahogy elkezdtük összeírogatni a hívekkel, hogy nagyon komoly összefogást igényel, hogy szépen be tudjuk rendezni a templomot, de a templomon kívül kerítés szeretnénk, a kertet szeretnénk elrendezni, a körmenetek számára szeretnénk a templomot körbe térkövezni, és hátul szeretnénk egy ilyen vizes blokkot, napelemeket, hiszen a fűtés is elektromos árammal lesz majd, úgyhogy most ezt a lehetőséget is megragadom, hogy a kedves testvéreket, meg a kedves támogatóinkat felhívjam, hogy igen, szükségünk lesz majd még utána is adakozó emberekre, akik segítenek nekünk abban, hogy amit elkezdtünk most, és aminek egy állomásához elérkezhetünk a következő évbe, valamikor majd sokára be tudjuk teljesen fejezni. Hiszem azt, hogy egy templom mindenkinek egy lelki megnyugvást ad, és bízom abba, hogy sok generáción keresztül helyt fog adni ez a mi kis Szent László görögkatolikus templomunk mindenkinek, hogy a lelki békéjét, a megnyugvását megtalálja benne.